Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves nézőket, folytatjuk beszélgetés sorozatunkat Vidó Attilával, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetének rendvédelmi szakpolitikusával, országgyűlési képviselőjelöltjével, és nem utolsó sorban a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének volt alelnökével. Na most, hogyha a mai témát röviden szeretném felvezetni, akkor talán ott tudnám megragadni, hogy bizony vannak az életben sajnos olyan pillanatok, amelyek bár ne lennének, ne adja Isten, hogy bárki ilyen helyzetbe kerüljön, hogy hívnia kell a rendőrt, a tűzoltót, a mentőst. És kicsit ezt boncolgatnánk, hogy személyes tragédiák kötődnek egy jelenséghez, amit hogyha stílszerűen számszerűsíteni szeretnék, akkor úgy mondhatnám, hogy 112, ez a 112-es segélyhívó szám. Át is adnám neked a szót, Attila, hogy mi a probléma ezzel a segélyhívó rendszerrel, szolgáltatással? Hát köszönöm a lehetőséget. Hát kezdjük ott, hogy a programunk, amit úgy hívnak, hogy rend és biztonság, ez az alapprogramja a Mi Hazánk mozgalomnak, ennek az egyik szegmense a biztonság. A biztonsághoz tartozik, én úgy gondolom az is, hogy, sőt, az is legjobban tartozik hozzá, hogy a mindenkori hatalomnak kötelessége biztosítani azt, hogy mindenki, aki bajba kerül, ahhoz minél hamarabb, minél gyorsabban érkezzen meg a segítség. Na most ez a 112-es segélyhívó, amit 2002-2003 környékén kezdtek bevezetni Magyarországon, mert ez egy Európa Uniós elvárás volt, és valójában 2012-2013, tehát 10 év múlva vált úgymond teljesen élessé ez a rendszer, hát ez nem egészen váltotta be a hozzáfűzött reményeket, pedig 6 milliárd forintjába került az adófizető állampolgároknak, még akkor is, hogyha természetesen ennek a pénznek egy részét vagy az egészet, azt az Európa Unió finanszírozta. És sajnos mondom, nem váltotta be azokat a reményeket, amit vártunk tőle. Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy nagy előnye van ennek, hogy egy számot kell megjegyezni, 112. De ilyenkor mindig tegyük abba bizonyos serpenyőbe az előnyöket és a hátrányokat. Sajnos sokkal több a hátránya, mint az előnye. Én úgy gondolom, hogy azt a három számot, ami évtizedeken keresztül Magyarországon használatban volt, és használatban van most is, de majd kitérek rá, hogy attól függetlenül, hogy használatban van, valójában az a három szám már igazából nem él. Én úgy gondolom, hogy nem olyan nagy művészet megtanítani, például az általános iskolában a gyermekeinkkel, konkrétan a 104, a 105 és a 107-es segélyhívó számot, a 112 mellett, hogy azért kell ezeket megtanulni, hogy a segítség mindig onnan, és nagyon gyorsan érkezzen, ahonnan kell. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne. És akkor, hogy bontsuk tovább ezt a témát, hogy valójában miről is van itt most szó. Bevezették a 112-es segélyhívó számot, ez azt jelenti, hogy Magyarországon jelen pillanatban 2 darab hívásfogadó központot létesítettek. Az egyik Szombathelyen, az fogadja a Dunától nyugatra eső hívásokat, egy másikat Miskolcon, az pedig a Dunától keletre eső hívásokat. Ide fut be a mentő, tehát aki mentőtől kér segítséget, aki tűzoltótól, illetve aki rendőrtől kér segítséget. Ez egy nagy központ, és akkor itt a lényeg. Élnek még a 104, 105, 107-es segélyhívó számok, de ha azt hívjuk, akkor is ott fog csörögni, vagy a miskolci. A 112-nél fog csörögni. Ugyanott fog csörögni a 112, tehát a miskolci, vagy a szombathelyi hívásfogadó központba. Ebben a hívásfogadó központokban nem konkrét szakemberek ülnek. Itt operátorok ülnek, ők kilettek valamilyen szinten képezve, ők egy protokoll szerint fognak feltenni kérdéseket, de nem győzőmagsozni, nem mentős, nem rendőr, nem tűzoltó ül ott. Tehát ők egy protokoll szerint fölveszik a telefont, és elkezdik egy protokollt végigkérdezni. Már ezzel nagyon nagy hibák vannak, mert a protokollba, ha olyan kérdéshez kerülnek, amire például a bajba került honfitársunk nem tud választani, például abban a stresszes helyzetben nem tudja az utcanevet, nem tudja a saját telefonszámát. Én is van, hogy elfelejtem. Gondolom, te is volt, hogy elfelejtem. Volt, főleg, mikor új volt. Igen. Akkor már ez az operátor megakad. Itt súlyos percek vannak, amik elvesznek. Ezen felül evidens, hogy ezek az operátorok
a helyi szlengeket, sajátosságokat nem ismerik. Honnan tudná Miskolcon egy operátor, hogy maradjak én csak a saját kis városomnál, teszem fel egy utcának, vagy még az utcát meg tudja nézni a térképről, de teszem fel, most ne tűzeset legyen, legyen egy csúnyább dolog, egy szórakozó helyen egy balhé, egy verekedés. És nem tudja a nevét az utcának, hogy hol van a szórakozó hely. Viszont a szórakozó hely nevét azt tudja, de azt arról az operátornak fogalma nincs. És akkor még ott vannak a külterületi szlengek, tehát ezt nem tudhatja egy miskolci, egy szombathelyi operátor, egy Gyulán. Csak egy helyi. Csak a helyi. Na, és akkor jön az, hogyha felvették ezeket a káresetet, hogy megtörtént valami, akkor ez az operátor tovább kapcsolja az illetékes megyébe lévő műveletirányítási központba. Mert itt is már hosszú percek telnek el. Itt eltelt x perc, mire ő felvette ezeket az adatokat, tovább kapcsolja, ott már, hála jó Istennek, ott már vagy a mentő, vagy a tűzoltó, vagy a rendőr fogadja a hívást, tehát ott már szakember céltudatosan tud feltenni kérdéseket, meg ő már azért ott van abban a megyében, tehát ő neki már azért van róla fogalma, hogy esetlegesen, amik megtörténtek, ezek a médiában benne voltak ezek a hírek, volt, amikor az operátor 200 kilométerrel, meg 100 kilométerrel odébb eltette azt a település nevet, mert egy betűt elhallott, félreírt, és ott történt. És 100 kilométerről odébb, igen, ott történt az haláleset. Emlékszel, te is rá, meg gondolom, sokan emlékeznek rá. És kirúgták másnap az operátort. Így van. És akkor tűzoltók mondták azt, hogy ez, és úgy gondolom te is ezen az állásponton vagy, hogy ez egy rendszerhiba. Tehát nem, mert ők azzal indokolták, hogy ez egy egyéni hiba volt, ami nyilván persze lehet mondani, hogy egyéni hiba és az is, hogy rossz helyre küldte ki a kollégákat, de hát ez bele van kódolva, ez az egyéni hiba. Hát ez a hiba nem lett volna, marad a régi rendszer. Igen. És mindjárt kitérek arra is. Tehát akkor gyorsan. Felveszik a telefont. Vagy Miskolc, vagy Szombathely. Tovább kapcsolja az illetékes megyébe, ott tovább fogadják az úriembert, vagy a hölgyet, aki éppen telefonál, vagy a gyermeket, ott már minden jó megy, egy szakember fogadja, és utána ő fogja már tovább küldeni a riasztást az illetékességi területen belül annak a egységnek, amihez azok a dolgok tartoznak. Tehát teszem fel, egy tűzoltó egységhez tartozik 8-10-12 település, akkor ő már odaadja a riasztást. Ugyanígy a mentőknél, a rendőrségnél, az illetékes rendőrkapitánysághoz. Na most, ha ezeket összeszámoljuk, 1, 2 és 3 helyen megy át. Ez mind idő. Ellentétben a régi rendszerrel. A régi rendszernél, amikor valaki felvette a telefont, látta, hogy ég a ház, tárcsázta a 105-öt, vagy régen a 05-öt. És hol csörgött a telefon? Abból a körzetből, ahonnan jött a hívás, az a legközelebbi tűzoltóparancsnokságon csörgött. Ott fölvette azonnal egy tűzoltó, elkezdte a bajba jutott embert úgymond felvenni az adatait, kikérdezni, de már közben indította a riasztást. Tehát már a kollégák beültek a tűzoltóautóba, a szolgálatvezető, szolgálatparancsnok az a híradóügyetes tisztnél ott állt, és átvette tőle azt a bizonyos káreseti lapot, és már indultak is. Ezt mindenki megértheti, hogy itt irgalmatlan sok, tehát jóval rövidebb időbe telt ez a dolog, mint a jelenlegi rendszernél. És akkor itt vannak, hogy hát mégis milyen időkről beszélünk itt, és miért fontosak ezek az idők annyira? Kezdjük a mentőkkel. Mindenki tudja, ez egy mondás, hogy 5 perc az élet. 5 perc. Tehát ott 5 perc késlekedés nagyon sok. Tűzoltóknál, YouTube-on, meg különböző videó megosztó csatornákon. A katasztrófavédelem csinált ilyen propaganda filmeket, konténertűzeket csináltak. Érdemes megnézni, hogy egy konténer, ami egy lakásnak vagy szobának felel meg, meggyújtanak bútorokat, 5 perc alatt mi történik. És akkor ilyen esetben, amikor ezáltal 5, 10, 15, 20 perces csúszások vannak, akkor mindenki el tudja gondolni, hogy ez mekkora probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy vissza kell állítani a régi rendszert. Mert az Európa Uniós irányelv az nem azt mondja, hogy meg kellett szüntetni ezeket a segélyhívókat, és hogy így kellett megcsinálni, mert Lengyelországban, a lengyel testvéreinknél, még mindig ugyanaz a rendszer működik, működik persze a 112 is, mert az kötelező. De vissza kell állítani a régi rendszert, és akkor
a legközelebbi helyen szakemberek fogják felvenni a problémát, tehát a káresetet, és én úgy gondolom, így tudjunk a legjobban segíteni a bajba jutott honfitársainkon. És azt hogy látod, hogyha ennyire nyilvánvaló, mert hát ez ténylegesen józan paraszti észsel is belátható, hogy mik ennek a hátrányai, az előnyöket tudjuk, hogy könnyebben megjegyezhető a szám, de hát a serpenyő két vége az kicsit más mutat így ebből a szempontból. Tehát hogyha ennyire látszik, hogy ez káros és nem jó folyamat, akkor mi volt az akadálya eddig, hogy visszaállítsák? Tehát kik ezért a felelősök, vagy meg lehet egyáltalán ezt így ragadni, hogy mi az oka, hogy mégis ez a helyzet? Hát én úgy gondolom, hogy amit mondok, a természetes feltételezés. Ez belekerült egy nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe, egy harmada pénzbe az országnak. Hát szerintem azok az emberek, akik ezt a rendszert kiépítették, soha nem fogják bevallani, hogy ez a rendszer nem jó, vagy legalábbis nem tökéletes. Mert ezzel elismernék, hogy hát a régi jobb volt, ami valójában olcsóbb volt, és sokkal jobban működött. Tehát itt irgalmatlan csúszások vannak, most én nem akarok itt felolvasó estet tartani, vagy délutánt, de itt nálam szintén nem én mondom, kollégáktól érkeztek be ezek az e-mailek, hogy milyen problémák voltak. Tehát volt olyan, amikor 15-20 percet késett a rendszer. Eltűnt az étterbe, az internet világába vagyunk, érted? Mert ez interneten keresztül, számítógépes rendszeren keresztül megy az egész. És eltűnt. Volt olyan, hogy fölhívták éjjel a kollégát, hogy miért nem vonultok már tűzesethez. És megkérdezte a kolléga, a helyi híradóügyetes kolléga, hogy miért vonulnánk. Hát azt mondja, 20 perccel leadtam a riasztást. Az volt a szerencse, szerintem szerencse, evidens kollégák dolgoznak ott is, fölvette a telefont, és a saját mobiltelefonján felhívta, mert tudta, hogy ki van szolgálatban, és megkérdezte, miért nem mentek? Hát az miért mennénk? Hát nem jött riasztás. Valami történt a rendszerbe. Tehát itt ilyen csúszások vannak, tehát ezek nagyon-nagyon hosszú idők. És a legborzasztóbb, hogy kincsattan az ostor. Hát képzeljük el azt a mentős kollégát, ilyet is tudok. Mert mi tartottunk egy pár évvel ezelőtt ebben a témában az egyik nagy mentős érdekvédelmi szervezettel egy közös sajtótájékoztatót, lehet, hogy van, aki még emlékszik rá, és ők mondták azt, hogy ő rajtuk csattan az ostor, mert késve érkeznek ki a mentők. Nem késve érkeznek ki a mentők, ahogy megkapják a riasztást, ők azonnal indulnak. A tűzoltókért én, hát ilyen tűzoltósan, tűzbe merem tenni a kezem, hogy a riasztási jel elhangzása pillanatától számított 2 percen belül. Éjjel-nappal a tűzoltóegység a laktanya kaput elhagyja. De ahhoz meg kell érkezzen a riasztás. És a tűzoltókat is úgymond értem án ezért atrocitás, a mentősöket is. Hogy hol voltak olyan sokáig, mikor volt olyan, hogy 2-3 utcányira kellett volna menjenek a bajba jutott nemzettársunkhoz, és tudták, hogy 2 utcára van a mentőállomás, vagy a tűzoltó laktanya. És megkérdezték, hogy mi tartott 20 percig. Hát azt tartott 20 percig, amíg megkapták a jelzést. Ők onnantól kezdve elindultak. Tehát ezen változtatni kell. Sürgősen változtatni kell. Nagyon lényeges. Plusz pénzbe nem kerül, mert a híradóügyeletes kollégák a rendőrségen, a tűzoltóságon és a mentőállomáson ugyanúgy ott ülnek a számítógép előtt és várják a riasztást. Tehát pluszba nem kerül. Technika. Technikailag se kerül többe. Mert a rendszer ki van építve. Régen működött. Tehát, mit tudom én, teszem fel az én településem, hogy Gyulához tartozott, mit tudom én, ennyi-mennyi falu, és ez egy egyszerű technikai dolog volt, azokon a területeken belülről fölvette valaki a telefonját, akkor a gyulai tűzoltóságon csörgött. Ha már a másik parancsnokság területén vették fel a telefon, ott csörgött. És ez ilyen egyszerű dolog volt, és van még egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Azért vannak itt még olyan problémák, amik ez megint tűzoltóra vonatkozik, hogy ezekben a bizonyos művelet irányítási központokban, akik ott vannak, most nem a két nagyról beszélek, hanem már a megyeiről. Sajnos sok esetben olyan kollégák ülnek ott, akik ugyan elvégezték ezt a művelet irányító tanfolyamot, de tűzoltás vezetői gyakorlattal nem rendelkeznek. Na most ennek az az óriási hátulütője, hogy még a régi rendszer szerint, mikor bejött a riasztás a laktanyába, az ott lévő szolgált parancsnok egyből meghatározta azt, úgy mondjuk mi, hogy a riasztási számot, ez azt jelenti, hogy hány tűzoltóautó induljon el a káresethez,
hány emberrel, és esetleg még milyen plusz technikára van szükség, vagy esetleg más laktanyákból is kérünk-e segítséget. Na most ezzel szemben most mi van? Ez a megyei művelet irányító központban lévő kolléga, ő szabja meg a riasztási fokozatot. És akkor elindul a kollégák, elindulnak, és volt már erre is nagyon sok példa, meg még lesz is, pont most jön a szezonja, ezek a nagy tallótüzes időszakok, hogy elindították a kollégát úgy, hogy azt mondták, hogy egyes riasztási fokozat, elindult egy darab tűzoltó autóval több hektár talló oltani, és mikor kiérkezett, onnantól már módosíthatja a kiérkező parancsnok. De már csak onnantól. És kapásból megemelte a riasztási fokozatot 5-ösre, ami a legmagasabb. Tehát az azt jelentette, hogy kapásból jött még pluszba vagy 5 tűzoltóautó, nem tudom én hány vízszállítóautó, stb. Tehát ez is rossz a rendszerbe, hogy sajnos a riasztási fokozatot nem mindig úgy határozzák meg, hogy kell. Persze ez, az is hozzá tartozik, és akkor itt megint egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hát játszunk a számokkal, statisztikával. Statisztikára tudunk adni példákat, tudod. A Churchill a aki mindenki ismer, de én ezen felül tudnék mondani, másikat azt inkább most nem mondom. Lehet játszani a statisztikával. Hát evidens, hogyha minél kevesebb embert riasztunk le, ez az bizonyítjuk, hogy hatékonyabb a munka. Csak ez nem mindig igaz. Igen. Ez most kicsit át is csúsztunk már egy másik témába, a statisztikával való játszadozásba, ami akár a következő videókban kitárgyalásra is kerülhet, sőt én javasolnám, hogy az egyik soron következő videóban erről is beszéljünk. Most azonban, ahogy nézem, lejárt a idézőjeles műsoridőnk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad nekünk ezeket a fontos információkat, és nyilván kérek egy megerősítést, hogy ezt a 112-es számot az általad elmondottak szerinted, hogy közvetlenül lehessen a rendőrséghez, tűzoltósághoz, mentőkhöz telefonálni. A Mi Hazánk mozgalom, gondolom én, hogy megváltoztatná, hogy visszaállítaná a régi rendszer, tehát azért ez evidenciaként mondjuk ki. Én úgy gondolom, hogy ezt kell cselekedni az emberek biztonsága érdekében, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban jusson el hozzájuk a segítség, ha bajba kerültek. Meg kell hagyni a 112-t, de elsődlegesen, ha valaki a 104-et, a 105-öt vagy a 107-et hívja, akkor az illetékességi területen belül a legközelebbi egységnél csörögjön a telefon, mert úgy fog hozzájutni a leggyorsabban a segítség. Ja. És továbbra is várjuk a munkaügy@mihazank.hu e-mail címre a javaslatokat, akár a rendvédelemmel kapcsolatban, de akármelyik másik munkakörrel kapcsolatban. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük!